A rák korunk népbetegsége. Magyarországon minden évben 60 ezer új rákos megbetegedést regisztrálnak, és 30 ezeren halnak meg az alattomos kór következtében. Hazánkban ma minden harmadik haláleset oka a rák. A PET-CT minden eddigi módszernél korábban ismeri fel a rákos daganatokat. Míg a hagyományos képalkotó eljárások, az UH, a CT, az MRI elsősorban a szervek anatómiai viszonyait ábrázolják, addig a PET a szövetek különböző funkcionális jellemzőjét, például véráramlást, anyagcserét jeleníti meg egy adott pillanatban. Ma már a PET kamerát CT készülékkel építik egybe. Így a PET-tel nyert funkcionális képek és a CT anatómiai szeletei, egy leképezés keretén belül állnak rendelkezésre. A berendezés már egy 2-3 mm-es elváltozás fölismerésére is képes. A Pozitron Diagnosztika Központ vállalkozott arra, hogy a piacon ma a legmodernebb és leghatékonyabb Siemens gépet telepíti Magyarországra. Az előzetes időpont egyeztetés után a központunkba érkezett pácienst, elegáns, megnyugtató környezet, a szakma legjobbjaiból álló orvosok és felkészült személyzet fogadja. A vizsgálat ajánlott daganatos megbetegedések esetén minden műtét előtt, kemoterápiás kezelés közben a hatás ellenőrzésére, és a kezelést követően öt esztendőn át évente. De javaslott egészségtudatos embereknek is, például ha volt öröklődő rákos megbetegedés a családban. A korai diagnosztika jó voltából ugyanis a rák jelentősen nagyobb eséllyel gyógyítható. A PET-CT vizsgálat megmutatja önnek a daganat helyét, agresszivitását, pontos kiterjedését, felismeri a rejtett áttéteket, de alkalmas arra is, hogy segítségével megválaszthassák a leghatásosabb terápiát. A vizsgálat előtt az orvos előzetes állapot felmérést végez, és áttanulmányozza az esetleg korábban elkészült leleteket. A páciens ekkor kap választ felmerülő kérdéseire is. A pozitronnál a vizsgálathoz szükséges izotópot a központban lévő Budapest egyetlen ciklotronja segítségével gyártják le, időzítve a páciensek érkezésének időpontjához. A nyomjelző anyag előállítása steril körülmények között zárt rendszerű, távvezérelt berendezésekben történik, melyek biztosítják a mikrobiológiai tisztaságot és a tökéletes sugárvédelmet. A leggyakrabban használt hordozó molekula a szőlőcukor, ami sejtjeink univerzális tápláléka. Az izotóppal jelölt cukor, mint nyomjelző anyag felhalmozódik a rákos daganatokban, mivel ezek több energiát igényelnek növekedésükhöz és a felvett cukrot rosszabb hatásfokkal is használják fel. A cukorral együtt az izotóp is felhalmozódik ezekben a sejtekben, és az általa kibocsátott sugárzás, melyet a PET kamera ábrázol, leleplezi a daganatot. A laborban előállított nyomjelző anyagot automata adagolja minden betegnek külön fecskendőbe. A fecskendőből az anyagot ugyancsak automata injektáló berendezés juttatja be a páciens szervezetébe az előzőleg biztosított vénán keresztül egyenletes sebességgel. Az injektálást követően közel egy órára van szükség a nyomjelző anyag eloszlásához. A vizsgálat alatt a betegnek nyugodtan kell feküdnie a PET-CT készülékben. A kamera belseje elég tágas ahhoz, hogy ne okozzon bezártság érzetet. A gép először másodpercek alatt elkészít több száz CT felvételt, melyek nagy részletességgel mutatják a test anatómiáját. Ezután a PET a nyomjelzőanyag eloszlását rögzíti rétegfelvételeken, majd következhet a nyert képek értékelése. A leletet és a képanyagot a páciens három munkanapon belül CD-n is megkapja. A vizsgálatot követően kényelmes pihenőszobában biztosítják a páciensek nyugalmát. Nézzünk meg két példát, hogy a pet -CT alkalmazása miért rendkívüli jelentőségű. Az első esetben bebizonyosodott, hogy a korai diagnosztikának milyen nagy a jelentősége. 59 éves úriember jelentkezett intézetünkbe korai diagnosztikára, tünet és panaszmentesen. Az elvégzett egész PET-CT vizsgálat során a vastagbél utolsó szakaszában egy 1 cm-nél kisebb kóros cukorhalmozást észleltünk a bélfalban. Ennek alapján vastagbél tükrözéses vizsgálatot javasoltunk az úrnak, amin ő részt vett, és a beavatkozás során egy, egy cm körüli kis polipot távolítottak el a vastagbél belső felszínéről. Ennek a szöveteni feldolgozása sajnos olyan eredményt hozott, hogy itt egy rossz indulatú daganat van ebben a kis polipban. Mivel a későbbi kolonoszkópiákkal már nem sikerült azt a helyet azonosítani, ahonnan ezt eredetileg eltávolították, a betegnek a követő PCT vizsgálatok tudták csukán azt bizonyítani, hogy nem alakult ki a daganatnak helyi kiúlása vagy távoli áttét. A második esetben a pácienst sikerült megóvnunk egy felesleges műtéttől. 69 éves nőbetegben Röngenen, a bal felső lebenyben, a tüdőben kerekdedelváltozást találtak, amely azt követő CT-vizsgálattal sem volt egyértelműen karakterizálható, azaz eldönthető, hogy olyan milyen valószínűséggel jó vagy rossz indulatú ez az eltérés. Melkaströngenen való konzultációt követően már műtétet terveztek, amikor a kezelőorvos úgy döntött, hogy inkább PCT vizsgálattal próbálja eldönteni, hogy ez az elváltozás milyen valószínűséggel lehet rosszindulatú. Az elvégzett PCT ezt a bölcs megfontolást igazolta, ugyanis az elváltozásban egyáltalán nem észlelhető cukorfelvétel, ez alapján biztosan jó indulatúnak mondható, nincs szükség műtétet végezni. A pet hasznosságát jól jellemzi, hogy Nyugat-Európában sok százezer elvégzett vizsgálat után az esetek harmadában megváltoztatták az addig alkalmazott gyógymódot. Előfordult, hogy az új leletek birtokában leállítottak kemoterápiás kezelést vagy tervezett műtétet. A pozitron diagnosztika központban jelentkezett betegek több mint felénél változtatta meg a pet eredménye a korábbi diagnózist. A PET-CT vizsgálat tehát a betegnek a gyógyulás esélyét, az orvosnak döntéseihez a legnagyobb biztonságot, az egészségtudatos embernek a nyugalmat adja. Ha időben szembenézünk a betegséggel, jóval nagyobb a gyógyulás esélye. Felbecsülhetetlen az az előny, amit a korai diagnosztikával nyert idő jelent a rákos betegségek gyógyításában.